Meg kell mondjam, rendkívül felvillanyoznak ezek az alanyok, már-már szívmelengető a kínlódásukat nézni. Épp egy újabb csoportot várok. Á, meg is érkeztek. Mennem kell, pá! Á, üdv újra itt! Róka vagyok! Örülök, hogy ismét találkozunk. Ígérem, most senkinek nem fog fájni. Csapjunk is bele! Na, szevasztok pingvinek, itt Nessai, ez pedig a Frantix, egy újabb PlayStation Playlink játék, amely magyar szinkront kapott, és hivatott támogatni ezt a parti játékos feelinget, amiről az utóbbi időben már annyit beszéltünk. Ezúttal is egyedül fogom nektek megmutatni a játékot, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lett vicces, és hogy mennyire fog beköltözni majd a magyar otthonokba, mint egy rendszeres parti játék. Remélem, hogy jól fogtok szórakozni. Nézzük, hogy milyen a Frantix magyar szinkronnal a PlayStation 4-en. Legyél még ma valódi tagja a pingvin seregnek, válasz sapkát, pulcsit, bögrét, ami tetszik, nyilván póló és egyéb újdonságok a shopon. Link a leírásban. Nos, ahogy említettem nektek, mivel Playlink játékról beszélünk, így most is le kellett töltenem egy applikációt, a Frantixhez és a telefonon keresztül fogjuk tudni irányítani a mi kis karakterünket. Kellett csinálnom magamról egy fotót, amit hamarosan láthatok a képernyőn, gyönyörű lettem, mint mindig. És akkor nézzük meg az avatárunkat, amelyet rázogatva nyithatunk ki a dobozból, amely ott rejtezik előttem, figyelj! Mr. Coca és Nessali. Hogy néz ki a coca? Kicsit 4-20 van. Ugye ez egy 4 fős parti játék, maximum 4 fős parti játék, de hogyha egyedül vagytok, akkor a gép az fog mellénk adni botokat. Úgyhogy készen állok, mehet. Emlékeztetnélek, hogy ez egy társas játék. Kösz. De semmi gond, szerzek neked barátokat. Tessék! Hogy keni a róka a viszkivel, bazzeg? Itt ebben a játékban mindenki részeg vagy be van szívva. Na muti a társakat. Ez egy krokodil, meg egy csirke. Jó van, ez jó játék lesz, élvezni fogom. Az első game a hajcihő hajsza. Ugye itt több minigame van gyakorlatilag a Frantixben, több ilyen apró játék, és a végén egy összesítés. Írja a telefonunk, lefelé pöccintéssel megszakíthatod az ugrást. Uh-huh. Tehát itt futni kell, ez ilyen Temple Chase, vagy mi az a játék, Temple Run? Mindegy. Majd leírjátok kommentben. Próbáljátok ki a ketten egyenlen stratégiát. Igen hatásos. Mekkora szemétállat ez a róka. Na nyomjuk. Aha, tehát a balra jobbrával itt húzkodom a telefonomon az ujjam, és akkor... Mi az, hogy ott egymáson vannak? Húzzá innen! És akkor így tudunk sávot váltani. Nem sikerült belevinnem Mr. Csirki. Oda nézd! Hát egymás fejére le... Basszeg! Na nyugi. Nem olyan egyszerű ez, mint gondoljátok. Hopp! Menjél innen! Ezeket az érmék nem tudom mire jók, de... Két élettel. És a krokodil hogy táncolt a fejemmel? Beszarok. Aha, két pontot kaptam. A krokónak 3 élete maradt. Na jó, most figyeljünk. Egyszer én is futottam, nem nekem való. Egyszer én is futottam. Ez egy igazi szemét. Basszeg, és megint belelökött a tüskébe a csirkó. Aha, így ez a lögdösés, ez nagyon szopatos, mert ugye így az akadályokba bele lehet vinni a másikat. De az a legdurvább, hogy egy... Ez mi? Ez mi? Aha, mindenkinek meg kell nyomni a gombot, csak akkor nyílik ki az ajtó. Azok nem képesek meghalni, menjetek már odébb. És próbálom ezt a lögdösődős taktikát alkalmazni. Nem nagyon sikerül. Nyomd meg a gombot. Nem nyomtad meg a gombot, te hülye csirke! Valaki kapta halt. Menj bele, menj bele, menj bele! Ez az, ott a kill! Kill! Én még a parti játékban is véres küzdelmet folytatok. Jó, 2 pont! Volt versenybe vezetünk. Úristen, látjátok nagyon... Látjátok azt a sárkánykaput? Két állat tudja csak kinyitni. Igen, az a gombos a sárkánykapu. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen intenzív lesz egy játék, amiben egy malackával szaladgálok. És most nem tudom, miért esett le, bassza meg. Ne! De nyomtam a lökést, te bunkó! Most mi? De most mibe haltam meg? Ja, nem is én haltam meg, én most haltam meg. Ó, petárda! Ha meghalsz, vannak ilyen szivatások a telefonodon. Csípős szósz felcseréli az irányokat.
Hát kapni fogja Mr. Csirke. Ez tök jó. Tehát ha kiestél a játékba, akkor se unatkozol, mert szopadhatod azt, aki még játszik. Nagyon jó. Senki nem nyert ebben a körben, nagyon helyes. Lássuk csak, döntetlen? Ne higgyétek, hogy barátok maradhattok. Hogy táncol a coca? Oké, holt versenyben kaptunk egy koronát. A telefonom írja, hogy egy koronám és 16... A Frentix versenye 4 mini játékból áll. Aha, 4 játék lesz. Aki megnyer egy játékot, koronát kap. Köszi, köszi. Az nyeri a játékot, akinek végül a legtöbb koronája van. Uh-huh. Lássunk egy gyors, 3 játékos menetet. Egy gyors menetet akar a néni velem, jól van. Szóval azt kezdtem mondani, hogy egy darab koronám és 16 érmém van. Itt látom a telefonomon, hogy ez mire lesz jó a végén, azt nem tudom már, hogy az érme a legtöbb korona nyer. Oké, értem. Itt a cirkuszi ugrabugra ideje. Micsoda? Cirkuszi ugrabugra. Én nem tudom, hogy ezek az állatok milyen tápon élnek, de ez egy nagyon érdekes farm. A cél, hogy te pattogj legtovább. Uh-huh. Oké. Nem tudom, ez hova fut ki. Milyen jó a zene. A szívem is majd kiugrik, amikor valaki tüskére pattan. Hülye ró, remélem a végén meg lehet verni a rókát. Na, ebben a játékban úgy kell nyomni, ezt már láttam, hogy így döntöm a telefonomat jobbra-balra, úgy megy az irányítás, és van egy gomb, amivel így földhöz tudom vágni magam. Lesz igazán kirobbanó a bóka. Pussoljál, róka! És ott a dinamit, ha fölveszem a dinamitot, igen? A dinamitot így át lehet pattintani, hogyha hozzáérsz valakihez, akkor... akkor ő kapja a dinamitot, közben haltam. Kaptam, kroki nyert. Nagyon jó. Szóval ennyi. Jobbra-balra döntögetem, a gombbal meg lepattintom. És ugye ott vannak a deszkák a földön, ha az betöröd alatta ott a tüske. Beleugrasz a tüskébe, akkor kaptad, halsz. Ezt a játékot még sose nyertem meg. Várjál, viszem a dinamitot, tessék. Most kimaradok a buliból. Ennyi. Na, nyugi, 1v1. One v, bitch. Valahogy bele kéne pattintani Mr. Krokót a... Fagyasztó sugár! Ó, ez az kapta a fagyasztást! Nagyon intenzív! Ez az! Fagyasztó sugár! Coca for the win! Egy pont! Oké, gyerünk, ne szölálj! Baromira élvezem ezt a játékot, az a baj, hogy túlságosan is kezdem azt érezni, ne, bele vagyok szánolva! Gyere ki, coca! Nagyon jó. 4-20-as csirkét beszorítjuk a sarokba. Vigyázz, ott kinyílt egy tüske. Nagyon jó, kapta, halt. Két tüske között az életünkért küzdünk. Be kéne stunolnom csak ahhoz... Fagyasztósugár! Ne! És bazzeg, kapott egy fagyasztósugarat a krokó, és még így is elrontottam. Mondom, ez a legnehezebb eddig, ez a cirkuszi ugrabugra. A többit nem láttam. Ezt a futósat néztem meg előre, meg ezt a cirkusz nektek. Istenem, de intenzív! Hát életemben nem izgultam egy... Tudtam a stunt. Várjál! De a rohadt élet! De a csirkés anyádat főzzem már meg levesnek, bazd meg! Hát a bőr... nyugi, családbarát tartalom. Csirke is kap egy pontot. De ez így nem jó, a krokó nyer. Lássuk ki nyert. Lássuk ki nyert. Vigyori barátom, a krokodil. Vigyori barátom, a krokodil. Úgy megfeje, a végén remélem, hogy izé ki lehet nyírni a rókát. Vagy ez nem ilyen véres játék? A játék során érméket is szerezhetsz. Az érmékkel előnyt adó tárgyakat vásárolhatsz magadnak. Ja, hogy van upgrade? Tegyél félre néhány érmét a végső árverésre. A végén lehet ilyen izé... Érmékkel előnyt szerezhetsz, de a győzelemhez koronák kellene. Jó, van, maradjál már, néni. Szóval végén lehet ilyen halálsugarat venni majd? Oké. Na innen nem tudom, hogy mi jön, úgyhogy nézzük. Ugorjunk fejest a szabad esésbe. Szabad esés?
Vadul hangzik, már izgatja is a fantáziámat. Éri földet elsőként, ez a feladat. Ez zuhanásban jó vagyok, az látszott az előző meccsen is. Az győz, aki elsőként ér földet. Ha túl későn nyitott ki az ernyődet, belecsapódsz a földbe. Ez jó lesz. Oké. A szabad esésben az a cél, mondja a telefonom, hogy zuhanás közben minél később nyis ki az ejtőernyőd. Már ha nem vagy nyuszi. Nyami, nyuszi. Azt mondja a róka, nyami, nyuszi. Hülye. Na jó. Készen állok, főnök. A telefonod kész helyzetben. Igen, a kész helyzet az így kinyúj, 45 fok. Kész. Nagyon kész vagyok. A mozgáshoz döntsd a telefonod balra vagy jobbra. Jó, mint az előzőnél, mozgásérzékelős. És van egy gombom. Beragadtunk balra. Felfelé döntve lassan zuhansz, lefelé gyorsan. Aha! Aha. Tehát így előre-hátra döntögetve is mehet a... Aha. Várjá! És nyomva a gombot az ernyő kinyitására. Dehogy én nem nyitom én ki az ernyőt, hát én keménybe vagyok. Menjenek ők alulra. Hes! Hes innen! Na ki a csirke, nyisd ki az ernyődet! Én estem le elsőnek! De ez ugye nem számít még. A győzelemhez érj földet elsőként. Jó, ez a gyakorlás. Próbáld utoljára kinyitni az ernyődet. Okay. Ne várj túl sokáig, mert belecsapódsz a földbe. Dehogy csapódok a földbe, srácok. Hát most nézzetek rám, szerint... Most majd kiderül. Jó van, Róka. Szerintetek én úgy nézek ki, mint aki becsapódik? Dehogy is. Na figyeljetek, az a taktics, hogy fölül kell maradni. Aha. Menjél innen. Úgy, menjetek csak. Menjél innen. De várjál, lopják az lopják a coint. Na? De hogy? Én nyitottam a legkésőbb. Ez a krokodil csal. Konkrétan csalak. Most várja, nem értem. Súgok egy kicsit. A legegyszerűbben úgy landolhatsz elsőként, ha a többiek egyáltalán nem landolnak. Hajrá! Ja, hogy elsőként kell földet érni. Miért hittem azt, hogy utolsóként kell földet érni? Várjál, itt robbanások következnek. Hát ez elég random így. Az meg nyilván, hogy én robbanok föl, nem igaz? Kérem a szivatásokat. Hát itt nincsenek szivatások. De ez a dinamit olyan random, nem már? Nyaljátok meg a zsákom. Mint a ketten meg... Ja nem. Oké, csak Mr. Csirke ért le. Fassa. A koronát kapja Csirke! Ennyi volt! Hogy kente a csirke is? Beszarok ezen a játékon. Korona döntő. Vásárolj annyi koronát, hogy az ére kerülj. Ez valami rózsaceremónia lesz. Betöltés. A korona döntőben még átveheted a vezetést, ha veszel néhány koronát. Veszek! Mennyiért adod? Hogy adod? Korona döntő az utolsó esély. Aha, oké. Oda néz, hogy vonulok. Coca a legnagyobb, és ott ül a székébe a róka, beszarok. Ki gondolta volna, hogy a győzelem megvásárolható? Hát... Hashtag sellout. Én, természetesen. Kérem az ajánlatokat. Licitálj egy, vagy akár több koronára, és törj az érre. A az ajánlatom... licitálhatsz. Aha. Az ajánlatom, Mr. Róka, egy jobb horog az arcodba. Na várjatok itt... Aha, három korona. Hogy licitál? Add ide az így összes! Így vagy úgy, de muszáj valami. Elkelt. Vettem hármat. Ugye? Nem. A csirkevet. Igen, én hármat vettem. Ennyi, lehoztam. A győztes ne szölálj! Ez fura volt. Ez jó volt. Örömmel néztem, ahogy mindent beleadtatok. Még ha az a minden nem is volt túl sok. Mindenképpen gyertek vissza, mondjuk, jövő csütörtökön.
Okés. Megvásároltam a győzelmet. Hát ennyi. A játék... Szia, nyuszikám. Még dolgozom. Igen. Igen. Nem fogom elfelejteni a tejet, ami azt illeti, már itt is van. Oké. Alig hallak. Jaj, megszakad a... Hoppá. Istenem. Na mindegy, szóval bevásároltam magam a győzelembe, a játék tanulsága, pénzért minden megoldható. Hát, srácok, jól van. Hát ez volt a Frantics, remélem, hogy tetszett, dobjatok egy lájkot, hogyha bejött a játék, és persze ne felejtsetek el feliratkozni hasonló tartalmakért. Nekem baromira tetszett, ez a magyar szinkron meg pláne tovább emeli az otthoni gaming fényét. Hamarosan újra találkozunk, addig is legyen nagyon szép napotok, én még mindig Nessai vagyok. Na! Szevasztok! Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Wow! Köszönöm, hogy végignéztél, haver! Ha tetszett, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap jelentkezem. Ha pedig már a sereg tagja vagy, menő cuccokért csekkold a shopot, vagy nézd meg egy másik videómat és szórakozz tovább. Na, szevasz!